Elindult a téli közösségi futás mezőnye Bátaszéken. Az időjárás igazán kegyes volt a sportolni vágyókhoz, talán ezért is vettek részt ilyen szép számban az eseményen. 7 és 14 kilométeres táv között választhattak az indulók. Nagyon szeretek mozogni, és úgy szeretném mutatni az embereknek is, hogy ilyen alkalmakra eljönnek, akkor egy kicsit megmozgatják magukat, utána meg lehet, hogy rá is szoknak, és akkor az emberek egészségesebben élnének. A közösséget is szolgáljuk ezzel, hogy ezt a kis bevételt azt behagyjuk, és akkor mindig ezek a futások úgy vannak szervezve, hogy mindig egy ilyen valamilyen közösségnek jut a bevétel. Én nem nagyon edzek, de most már a többiek már néha befűznek, hogy járjak ki edzeni is egy kicsit, úgyhogy én most azt a 14 kilométert csinálom. Hát ilyen Bonyhád Bátaszék futásra, meg ilyen félmaratonokra el szoktam menni, de csak úgy. A nevezési díj 1500 forint volt, az ebből befolyt bevételt a város óvodájának ajánlották fel. Mi a helyszínt biztosítjuk némi elemózsiát, ugye a futás végén egy forró teával, szendvicsekkel, némi zöldséggel, hogy stílusosak legyünk, az egészséges táplálkozást is szimbolizáljuk, és természetesen azzal, hogy mi itt megszervezzük, meghirdetjük a rendezvényt. Jótékonysági futásról van szó, mindig valakinek próbálunk segíteni, elsősorban helyi szervezetnek. Ezúttal a városi óvodára esett a választás, nagyon szép számmal neveztek az idén, bizonyára köszönhető ez a jó időjárásnak is, hiszen a téli futásról van szó, de majd nagyon kellemes tavaszias időjárás van, nagyon sokan érkeztek, volt, aki kerékpárral, volt, aki csak sétálja a távot, de természetesen nagyon sok futónk volt, és talán kuriózum, hogy ezúttal több négy lábú is érkezett, úgyhogy ők is teljesítették vagy a 7, vagy a 14 kilométeres távot. Bár nem volt igazi verseny, a 7 kilométeres távon az első helyért nagy küzdelem alakult ki. A befutó a 10 éves Matejcsek Vajk lett, kenterbe verve a felnőtt indulókat. A 7 kilométeren mentem, és megpróbáltam az elején egy picit ráhúzni egy 5-10 méter előnyt, és ott a tetején ott láttam, hogy elég közel vannak, meg se álltam inni, rögtön futottam lefelé, láttam, hogy elég szoros, és mögöttem vannak, meghúztam picit a végére, és hát sikerült behúzni így első helyen. Budai Andrea és Kőkuti Szabolcs is a rövidebb távot választották némi nehezítéssel. Mi a 7 kilométeres távot választottuk, mert ugye most először a kutyákkal jöttünk a közösségi futásra, mert mi fontosnak tartjuk, hogy a sportot, és hogy azt hirdessük, és azon kívül, hogy nagyon jó itt lenni, hogyha csak annyit érünk el, hogy legalább egy ember úgy gondolja, hogy elkezdi a futást, vagy bármilyen sportot, akkor szerintem már többet kaptunk, mint amit szerettünk volna. Hogy kifáradt el? Szerintem mi jobban. Ők hajtatatlanok, nyughatatlanok, húznak, és tetszik nekik, és még mindig mennének. Nehezebb, mert nagyon jó tempót diktálnak, úgyhogy erősen kezdtek, és erősen fejezték be. Nagyon jók, ügyesek. Ezóta második nagyobb futásuk, egy volt Baján, 2 kilométer, hétre még nem indultunk, de hát kevés volt. Jó esett. Ilyen gyorsan emelkedőn, én még biztos, hogy soha nem futottam fel, úgyhogy megvannak az új edzőtársak, hát magasra teszik a mércét, az biztos. A következő közösségi futást várhatóan valamikor tavasszal szervezik majd meg.